holnap sorsdöntő mérkőzés előtt áll, a Cegléd csapattal, a Budai Farkasokkal játszik, gyakorlatilag egy kiesési rangadót. Mit vársz a mérkőzéstől, hogy szuperál most a csapat, hogy álltatok föl ezen a héten lelkileg? Igen, így van, ahogy mondod. Mindenki tudja, mi ennek a meccsnek a tétje. Számunkra ez borzasztó fontos. Hazai pályán, közvetlen rivális ellen, ha egy kis szerencsénk van, akkor talán el is tudunk mozdulni a kieső helyről. Mindent meg fogunk tenni itthon, hogy ezt a mérkőzést sikerrel abszolváljuk. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, de hát ez ennek a szépsége. Ősszel egy egygólos utolsó pillanatos győzelem született ugye Pásztor Ákos góljával, azóta azért sokat változott a Cegléd csapata is. Miben változott, ezért miért lehet más a mérkőzés? Mind a két csapat változott, ott nemrégiben történt egy edzőváltás, ez mindig egy csapat szempontjából ez egy kicsit vérfrissítő hatású, azért mi is változtunk, kicsit én úgy gondolom, hogy érettebb lett a játékunk, illetve csatlakozott hozzánk az Imán, Jamali és a Császár Gábor is, akik a rutinjukkal nagyon sokat tudnak segíteni, úgyhogy jó kézilabda mérkőzést várok hazai győzelemmel. Elengedhetetlen a szurkolóknak a részvétele, mit üzenél nekik? Hát ez mindig nagyon jó érzés, meg én különösen, vagyis hát én sokkal jobban szeretek hazai pályán játszani, mint idegenben. Mindig egy plusz motiváció nekünk. Bízom benne, hogy most is minél többen kilátogatnak majd a mérkőzésre. Ugyan még nem a saját hazai pályánkon, de itt Abonyban megteszünk mindent azért, hogy szórakoztassuk őket, és ők is, meg mi is boldogan menjünk haza.